Jó napot kívánok! Varga László vagyok, az MVM zöld generáció igazgatója. Ugye azért az MVM-é, amit azért gondolom mindjárt ismernek és hallottak róla, amely ugye azt a célt tűzte ki, hogy megfizethető és tiszta energiát kínál ügyfeleinek a 21. század igényei szerint. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfél fog a középpontban állni továbbra is, és mindent az ügyfél igényei fognak meghatározni. De ugye egy MVM esetében, aki egy nemzeti energetikai nagyvállalat, mindent visz és mindent fölülír az ellátásbiztonság. Tehát mielőtt bármit tennénk, bármiről döntenénk, egyértelmű, hogy az ellátásbiztonság szavatolását is meg kell vizsgálnunk. Itt látható, hogy mivel is próbáljuk ezt az ellátásbiztonságot biztosítani, úgymond. Elég komoly, Magyarországon a legnagyobb energiatermelő beépített kapacitással rendelkezünk, és ebben most már elég, elnézést szépen, jelen vannak a megújulók is. Azok a megújulók, amit az MVM zöld generáció csoport feladata, hogy tovább fejleszen és építsen, és azért érdekes ez számomra, hogy csoportot mondok, mert 5 évvel ezelőtt ebben a cégben, ennek a cégnek a jogelődjében mindösszesen 1 főállású munkavállaló volt. Itt látható a rövid története, hogy az MVM zöldülése az egy szélerőmű parkkal kezdődött, ez volt a Hungarovind Kft., amely Hungarovind Kft. 2009-ben került a csoportba, és a következő lépésünk az egy pécsi 10 voltos, vagy 10 megawattos erőmű építése volt. Ezzel párhuzamosan nekikezdtünk egy általunk megújuló program egynek nevezett 110 erőműből álló nagy projektnek. Ez 108 kis erőművet és 2 nagy erőművet jelentett országosan. Nem volt túl egyszerű, de lehet, hogy erről majd egy kicsit később még beszélek. A társaságunk átkeresztelődött MVM Zöld Generáció Kft.-re, és azzal párhuzamosan, hogy építettük a megújuló program 1-et, elkezdtük fejleszteni az általunk megújuló program 2-4-nek nevezett új programot, hogy utána, vagyis kontinuitás legyen ebben a dologban, mert hiszünk abban, hogy ez csak folyamatosan és az idők végezetéig a megújuló energiákat mindenek fölött. Ezzel párhuzamosan elég sokat akviráltunk, és ami nagyon nagy eredmény számunkra, hogy 2021 végén megérkezett hozzánk a Tiszavíz, mostani nevén már MVM Vízerőmű Kft. Ugye Magyarország legnagyobb vízerőmű komplexuma. Ez alatt a pár év alatt elég komoly tapasztalatokat szereztünk, a projektfejlesztések, engedélyeztetések, hatósági eljárások, kivitelezés, üzemeltetés, karbantartás terén, és ezeket kívánjuk kamatoztatni a továbbiakban is. Itt látható néhány szám, ami mutatja, hogy jelenleg hol tart a cégünk, ez tavalyi évvégi adatok. Ugye majdnem 10 milliárdos árbevétel, elég komoly capexet fordított, vagy capex költésünk volt a tavalyi évben, elég komoly EBITDA-nk, és mostanra a Tisza vízzel együtt, bocsánat, MVM vízerőművel 144 főre nőttünk. Hogy ez mit is jelent, itt látszanak a számok, ez jelenlegi portfóliónk országos szinten, és ahhoz, hogy igazán érzékletes legyen, ez ugye ez egy 5 év alatti változás jelent. Tehát ez volt a Sopron-Kövesdi szélerőmű park, ugye 2015 év végén, amikor elkezdtük a tüskéslétet építeni, és ez a mostani állapotunk 21 év végén. Itt látszanak számokban, beépített kapacitásban, villamos energiában és CO2 megtakarításban. Ez, hogy is mondjam, csak elég jelentős fejlődés, és hát azt nem mondom, hogy a következő évek is ilyenek lesznek, de azért valamilyen szinten próbáljuk tartani ezt a tempót. Na most a jövőképünk, ugye az MVM-nek 6 pilléren nyugszik a stratégiája, abból az egyik a tiszta energiatermelés növelése. Mi folyamatosan hisszük azt, hogy enélkül ez a világ nem lesz jó, ez a világ nem fog működni. Mi azt szeretjük magunkról mondani, hogy nem megélhetési, hanem hithű zöldek vagyunk. Tehát az én kollégáim mind úgy csatlakoztak a céghez, hogy ők tényleg zöldet akartak, megújulót csinálni. Nem azért jöttek, mert ez nagyon jól fizet, vagy nagyon könnyű munka, hanem azért, mert tényleg hisznek benne. Ugye itt látszik 2020-ig, hogy mit valósítottunk meg, amit középen látnak ez a vízerőművek, ezek nem a mi, tehát nem a zöld generációhoz tartoznak az MVM-en belül, de mivel megújuló portfólió részei, ezért feltüntettük őket. És 2 fontos információ ez a szlájdhoz. Egyrészt az, hogy 700 megawatttal még minimum bővíteni kívánjuk a portfóliót, hogy aztán ez mennyi lesz és milyen ütemben, ezt most nem tudom megmondani. A másik pedig az, hogy mi nem csak PV-ben gondolkodunk, hanem úgy hiszük, hogy a teljes zöld palettát le kellene, hogy fedjük egy MVM csoportnak, és azért mindenfajta más, biomassa, biogáz, geotermia, és akár még hulladékok energetikai alapú hasznosításában is gondolkodunk. Az a véleményünk,
hogy a decentralizált hibrid erőműi konstrukciók lehetnek a megoldások az ország energiaellátásának vagy energiafüggetlenségének a megvalósítására. Tehát mi úgy kezeljük az egészet, hogy a PV egy része, egy nagyon domináns része, de egy erőművi egységet alkot az összes többivel. Tehát mi egy erőművi blokként próbáljuk kezelni az összes beépített megújuló és megújítható kapacitásunkat. Egyébként jelenleg egy újabb beruházásunk fut, 5-20 megawatt fölötti és 28-0,5 megawattos erőművet kezdtünk el építeni. Kezdünk el, éppen most Debrecenben talán ott zajlik a terület átadás a debreceni reptér mellett. Igyekszünk olyan területeket találni, amelyek úgymond rozsda területek, amire már más úgymond hasznosítás nem nagyon képzelhető el, és ezért például ott vagyunk a debreceni reptér mellett, ott vagyunk a kunmadarasi egykori, azt hiszem oroszok repültek valamikor Kunmadarason, vadászrepülőtér volt. Tehát igyekszünk ilyen területeket találni, hogy azért itt is zöldüljünk, hogy ne nagyon drága, nagyon jó minőségű termőföldeket vegyünk igénybe. És itt látják a legfőbb fejlesztési irányokat. Még egyszer, mi hiszünk a hibrid erőműi konstrukcióban, és abban, hogy az országos lefedettség egy központban kell, hogy összpontosuljon. Tehát egy zöld irányító központban, azon a fényképen látnak, ez nálunk van, ez hál' Istennek közvetlenül az én irodám mellett nagyon szép és nagyon szépen tudja mutatni a teljes, ez most nem csak a miénket, hanem az MVM teljes termelését mutatja. Nekem a saját monitoromon én a zöldeket látom, a megújulókat. Hiszünk abban, hogy ekkora portfólió mellé, főleg amiben ekkora kitettsége van az időjárás függő rész, egy saját menetrendező egységet próbáljunk létrehozni, mivel hogy van annyi adatunk, annyi valós idejű információ, hiszen minden egyes erőművünk az országban jelentkezik saját meteorológiai állomással, amire bőven tudunk hagyatkozni, ugye a valós és a tervezett kapacitás, vagy a tervezett menetrendet összetudjuk folyamatosan hasonlítani. Ez a rendszer képes rá, tehát képes feldolgozni hihetetlen mennyiségű, minőségű adatot, és hisszük azt, hogy aki az energiatárolást fogja tudni uralni ezzel egyidejűleg, a menetrendadás pontosságával, az lesz a piac vezetője, az lesz a piacon a legjobb. És ezért is tervezünk a továbbiakban nagyon komoly akkumulátoros energiatárolási beruházásokat. Egyelőre azt mondom, hogy kémiai akkumulátoros, de nem biztos, hogy csak ebbe az irányba fogunk elmozdulni, lehet, hogy nézzünk más lehetőségeket is, hiszen azért a piac ezen a téren is nagyon fejlődik, mint ahogy a naperőmű piac, hiszen ahogy említettem a Tüskéstétnél, azt hiszem, hogy 270-es paneleket építettünk be, most Debrecennél 540-esek kerülnek majd beépítésre. És ha jól tudom, a kollégáim, amikor kint jártak a legutóbbi nagy szolár kiállításon, ott egy valami, azt hiszem, a 800-ast is belátható távolságra mondták már, ami a Tüskésrétnél még emlékeim szerint azt mondták, hogy a NASA talán fejlesztett már 800-ast. Úgyhogy hihetetlen módon fejlődik ez a piac. A másik, amiben hiszünk, az a paneleknek az újrahasznosítása. Nagyon sokan a szemünkre vetik, hogy a panelek, amikor lecserélésre kerülnek, elhasználódnak, ezekkel mi lesz? Ugyanúgy környezetkárosítóak lesznek, hogy környezetet fognak károsítani. Ráadásul rengeteg benne a használható, újrahasznosítható anyag. Ezért magyar egyetemekkel kezdtünk el, kutatóintézetekkel egy programot, amelyben megpróbáljuk az utolsó grammig újrahasznosítani a paneleket. Ezt nem azt mondom, hogy holnapra, egy év múlva, de van rá jó esély, és tényleg tisztán magyar erőforrásból próbáljuk ezeket a fejlesztéseket megoldani. És még egyszer, a megújuló erőmű koncepció számukra ez azt jelenti, hogy az összes majdani, mostani, jövőbeni erőművünket egy abba, amit előbb mutattam, ebbe a nagy, nevezzük egyszerűen diszpécser központba próbáljuk összehozni, és onnan irányítani, és a lehető legkomolyabban, tehát úgy optimalizálni, hogy mindig az adott szituációban a legtöbbet tudjuk kihozni belőle. Én ennyit szerettem volna csak röviden elmondani, remélem tartottam a határidőt, és hoztam be valamit az időből. Köszönöm szépen még egyszer.